óvoda átadó Nyírbátorban több mint 400 millió forintért került az önkormányzati óvoda a református egyház tulajdonába. Megújult a Robinson domb, Nyíregyháza, Józsaváros népszerű közösségi tere új lépcsőfeljárót és játszóteret kapott. Tízpol akció. A rendőrség célja, hogy kiszűrjék a menet közbeni mobiltelefon használatot. Kívülről megszépült, valamint belülről is megújult a nyírbátori Bátori Anna Református Általános Iskola. A Kölcsei Televízió híradóját látják? Köszöntöm Önöket! Az intézmény emellett új köznevelési tagintézménnyel egy óvodával bővült, így a nyírbátori járásban már 9-re emelkedett az egyházi intézmények száma. Az óvoda az önkormányzattól került az egyházhoz, ezért a reformátusok több mint 400 millió forintot fizettek. A kormány 30 milliárd forint állami támogatást adott a Magyarországi Református Egyháznak 2017-ben. A program eredményeként az országban 66 helyen valósul meg óvodafejlesztés. A Nyírbátori Református Iskola is ennek a támogatásnak a részeként bővült az új óvodával, melyet szombaton adtak át egy istentisztelet, majd egy ünnepi műsor keretében. Az átadón Simon Miklós országgyűlési képviselő azt mondta, az itt nevelkedett gyerekek mások lesznek, mint az állami óvodákba járók, azáltal, hogy a nevelőik elsődleges kötelessége a hit kulcsát a kezükbe adni. Ezt a kulcsot a kezükbe adjuk, és nem mindegy, hogy ez a kulcs milyen. Ez a nevelő közösség, a nevelő testületnek a feladata. És ha ez a kulcs jó, kedves nyírbátoriak, akkor az élet egyes helyzeteiben másképpen fognak ezek az emberek viselkedni. Na és a lényeg az, hogy az ember akkor válik többé, amikor a cselekedeteiben meg fog ez mutatkozni. Nos, ilyen hitben szeretném jó szóval támogatni és tettekkel ezt az intézményt, hogy ezt a hivatást töltse be. Egy közösség egy város jövőjét meghatározza, hogy a gyerekek milyen körülmények között nőnek fel, és ilyen formán az is, hogy milyen oktatást és nevelést kapnak. Ezt már Máté Antal, a város polgármestere mondta el beszédében. Hozzátette, az átadott önkormányzati intézmény jó nevelési alapot jelent a nyírbátori gyerekek számára. Minden olyan kezdeményezés egy településen, ami ezt a folyamatot segíti, ami az oktatás színvonalát emeli, ami a szülők számára a választás lehetőségét szélesíti, az mindig olyan, amit egy önkormányzatnak, egy város vezetésének segítenie és támogatnia kell. Máté Antal hozzátette, a gyerekek második otthona az óvoda, a városnak pedig büszkének kell lennie arra, hogy egy régi intézmény helyén egy új jöhetett létre. Több mint 43 millió forintos beruházásból újult meg a Robinson domb Nyíregyházán. A Józsaváros népszerű közösségi terén felújították a lépcső feljárót és a játszóteret is, amely így a jövőben biztonságosabb és korszerűbb lehetőségeket nyújt a szabadidős tevékenységekhez. A Robinson domb története egészen 1976-ig nyúlik vissza, azóta a Józsaváros egyik kedvelt szabadidős helye. Az elmúlt években már történtek itt fejlesztések, azonban a hely megközelíthetőségét és a játszóteret balesetveszélyesnek ítélték meg. A mostani beruházás célja az volt, hogy biztonságosabb és esztétikusabb környezet várja a kilátogató családokat. Egyik része az a szánkódombhoz, a lépcső, az a Garibaldi utcától kezdve nagyon elavult, balesetveszélyessé vált, sok gyereke jön ide, sok gyereke szülő, tehát ez nagyon fontos volt. Az teljesen rendben van, és a játszóteret újítottuk fel, amely nagyon népszerű az itt élő gyerekek, anyukáknál, és ezért most egy 4 város játszóteret építettünk, csúszdapályát, felújítottuk itt a hintás részt, ezeket a gumilapokat, ne legyen balesetveszélyes, és hát ez azért fontos, mert a józsavárosok által nagyon kedvelt, sokan jönnek ide, és fontos az, hogy ez a szabadtéri közösségi szintér a legtöbb lehetőséget adja mindenféle szempontból, minden generációnak, és ezért végeztük ezt a fejlesztési programot.
A fejlesztések részben Európai Uniós pályázati támogatásból, részben pedig a város önkormányzatának hozzájárulásával összesen mintegy 43,5 millió forintból valósultak meg. A sajtótájékoztatóval egybekötött átadón elhangzott, a beruházás valóban szükségszerű volt, hiszen a korábbi lépcsősor és a szánkópálya talpfái elkorhattak és balesetveszélyessé váltak. A jelenlegi felújítással a Robinson domb déli oldala újult meg. A régi balesetveszélyes vasúti támfalakat eltávolítottuk, és időálló gabionkosarakból épített támfalat alakítottunk ki. A lépcsőfeljárókat 40x40-es járdalapokból építettük meg, és a feljárók közötti pihenő részekben vörös salakborítást kapott a felület. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Főmérnöke hozzátette, a tervek már megszülettek a domb nyugati oldalának felújítására is. Az eseményen elhangzott, hogy további két közösségi szintér is fejlesztés alatt áll jelenleg, a megújuló Alvégesi Művelődési Ház és a Kölyökvár átadása októberre várható. Egy hetes országos rendőrségi ellenőrzés kezdődött hétfőn. A Tiszpol akció ezúttal a Figyelemmel az útra nevet kapta. A cél, hogy kiszűrjék a menet közbeni mobiltelefon használatot. A baleset veszélye mellett pénzbírságra és büntetőpontokra is számíthatnak a telefonozó sofőrök. Hatszor nagyobb a közlekedési baleset kialakulásának esélye a mobiltelefon használata miatt, mintha ittasan vezetne a sofőr, derült ki az országos rendőrfőkapitányság statisztikájából. A KRESZ szabályai szerint kerékpárral vagy motorkerékpárral még álló helyzetben, például piros lámpánál is tilos a telefon használata, gépjárműnél azonban más a szabály. Álló helyzetben megengedett a telefon használata, vezetés közben viszont tilos. Szabályszegésnek számít az is, ha a sofőr útközben elutasít egy hívást, vagy ha valamilyen navigációs alkalmazást használ. A szabályok ellenére sokan menet közben is csetelnek, szelfiznek, vagy egyre gyakoribb a live-ozás, vagyis az élő bejelentkezés a közösségi oldalakon. Ez az egyik legbalesetveszélyesebb cselekvés, ezért az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózatának éves ellenőrzési terve alapján a következő napokban a telefon használatot szűri ki a hatóság. Nyíregyházán a Tiszavasvári úton civil autóból tartott hétfőn délelőtt a megfigyelés, ilyen formán feltűnést sem keltett a rendőrség. A Figyelemmel az útra kampány során szeptember 16-a és 22-e között hasonló ellenőrzésekre számíthatnak az autósok megye és országszerte. A rendőrök helyszíni bírságként 10.000 forintos büntetést adhatnak a mobil használatáért, de a bírságolás mellett 3 büntetőpontot is kaphat a sofőr. Közös bringázással, autóbaleset szimulációval és sportbemutatókkal is készülnek az Európai Autómentes Nap nyíregyházi szervezői. A település már 18. alkalommal csatlakozik az Európai Mobilitás Hét keretében a rendezvényhez, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra. Azok, akik leteszik az autót, kedvezményekre is számíthatnak. Szeptember 22-én például díjmentesen utazhat a vonaton, aki bemutatja saját autója forgalmi engedélyét. Néhány hete adták át a kerékpárutat a Kállói úton. Azóta már itt is biztonságosan közlekedhetnek a biciklisek. Jó hír, hogy belőlük egyre több van a megye székhelyen, így mondhatni kihasználtak a számukra készült aszfaltcsíkok. A napokban még inkább a középpontba kerülnek a bringások, most rendezik ugyanis az Európai Mobilitási Hetet. Ennek része a szerdai autómentes nap is, melynek két nyíregyházi helyszínén, a Kossuth téren és a Bújtosi Városligetben, természetesen a két keréken közlekedőknek szóló programok játsszák a főszerepet. Talán a legkiemelkedőbb a felvonulási programunk, 16 óra 30 perckor veszi kezdetét. Ez abból a szempontból is fontos, hogy ugye Nyíregyházán már nem kerül megrendezésre a kritikámász, de mi úgy érezzük kerékpárosokként, hogy magát ezt a kerékpáros tömeget, hogy mennyien vagyunk, hogy együtt vagyunk, ezt mindenképpen meg kell mutatnunk a városnak, egymásnak, hiszen egyfajta közösséget is alkotunk mi kerékpárosok. Természetesen lesznek kísérő programok is, ilyen például a kerékpáros ügyesség és kresszpálya, ez a Bújtoson kerül majd kitelepítésre, szintén kerékpárosoknak, főleg fiataloknak szól ez a program, hogy tanulják a kreszt, ismerkedjenek a fontosabb szabályokkal.
A rendőrség is kitelepül a város főterére, kerékpáros kressz programokkal és bike safe regisztrációval készülnek. Lesz emellett autós baleset szimuláció, különböző sportbemutatók és versenyek, valamint a Vörös Kereszt is képviselteti magát hősképző programjával. Az esemény célja ezúttal is az, hogy felhívják a figyelmet a levegő tisztaságának megőrzésére, illetve a környezetbarát közlekedésre. Utóbbit szolgálja a Nyíregyházán tavaly üzembe állított 41 gázüzemű autóbusz, amelyekhez telephely is épülhet a közeljövőben, ahogy a menetrendhez is hozzányúlhatnak, és más fejlesztések is várhatóak a tömegközlekedésben. Nagyon sok modernizációt is terveznénk itt az időbe hozni. Arra gondolok én, hogy azon kívül, hogy elektronikus jegyrendszer bevezetése, ahhoz GPS alapú követés, tehát autóbusz követés. Tehát ezek a fő elemek, ami miatt azt remélem, vagy mi miatt azt reméljük, hogy vonzóbbá válhat majd a tömegközlekedés. Jobb, áttekinthetőbb lenne a menetrend maga, tehát nem olyan típusú menetrendi forma lenne, mint ami ma valaki kezébe vesz egy menetrendet, látja, hogy elég bonyolultnak tűnik, ezt is próbálnak letisztítani. Tehát ezek az elemek, ami azt gondolom, hogy hosszú távon segítheti azt is, hogy a jelenleg viszonylag romló utasforgalom, vagy utasforgalom szám javulna a következő időszakban. A kerékpárút hálózat további fejlesztése is tervben van, ehhez kapcsolódóan pedig a szemléletformálásra is nagy hangsúlyt fektetnének. Ez a szerdai Európai Autómentes Napon is szerepet kap, amelyet 14 és 18 óra közötti már 18. alkalommal rendeznek meg Nyíregyházán. Közben a vonattal közlekedőknek jó hír, hogy vasárnap ingyen utazhatnak azok, akik felmutatják kocsijuk forgalmiát. A kerékpárosok pedig egész héten ingyen szállíthatják kétkerekű járműveiket a Mávstart és a Gyesev járatain. Több mint 3000-en vettek részt a hétfői Ez a mi napunk sérült emberek napja rendezvényen Nyíregyházán. A résztvevők a közös reggeli torna és a műsor után a nyíregyházi állatparkban töltötték a napot. Az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének Szabolcs megyei egyesülete már 15. alkalommal szervezett közös szabadidős tevékenységet. Az Ez a mi napunk rendezvény célja, hogy a fogyatékkal élő gyermekeket és családjaikat az egészséges életmódra és a környezettudatosságra is nevelje. Az egyesület vezetői már több mint 35 éve segítik a megyében élő értelmi fogyatékos gyermekeket és felnőtteket, hogy az oktatásban és szociális szolgáltatásokban egyenlő esélyt kapjanak. 5 csapat, 20 tagja vett részt az 5. média háborún vasárnap. A versenyre a helyi médiumok és a kulturális területeken dolgozó intézmények munkatársai nevezhettek. Elsőként a Kelet-Magyarország, a második helyen pedig a Kölcsei Televízió csapata végzett. Kispuskás és pisztolyos versenyszámmal indult, majd csapatváltóval folytatódott a média háború vasárnap a Nyíregyházi lőtéren. A versenyben íjászkodás, gránátdobás, valamint nyílt, zárt irányzékos és lézerpontos airsoft géppisztolyos céllövés is volt. A rendezvény célja a csapat és a kapcsolatépítés volt. Szeretnénk, hogyha jó kapcsolatot tudnánk ápolni mind a média, mind a kultúra, a színház, televízió, újság, tehát ami informális cég és informális kapcsolat lehet, azt szeretnénk kihasználni, hisz a mai világban nagyon fontos az, hogy minél nagyobb ismertségre és jó kapcsolatot tegyünk szert, mert az üzleti világtól kezdve ugye a sport, barátság, egyéb, ez nagyon, nagyon lényegesebb tartjuk mi. A versenyben díjazták a női és férfi legjobb lövőket, és a legjobb csapatok mellett minden induló ajándékot kapott az eredményhirdetést követően. Több mint 2500-an vettek részt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal családi napján. A hivatali dolgozók mellett a megyei önkormányzat, valamint családokkal és gyermekekkel foglalkozó civil szervezetek családosai is kilátogathattak a Nyíregyházi állatparkban tartott egésznapos rendezvényre. A családi nap nyitó ünnepséggel, majd tombola sorsolással kezdődött meg pénteken. Ezt követően a vendégek sétára indulhattak az állatparkban, de ugrálóvár és arcfestés is várta a legkisebbeket. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár a rendezvényen elmondta, nagyon fontos a családos munkavállalók megbecsülése.
Hangsúlyozom, hogy a magyar kormánynak a legfontosabb feladata a család támogatása és a családoknak a segítése, és éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy ezt érzékelik ők maguk is, és akik ma itt vannak, ugye visszaigazolása annak, hogy igen, jó úton haladunk, és szeretnénk minél tovább és minél többet adni nekik a következő időszakban, és nem csak a munkaterületén, hanem az élethelyzet valamennyi területén is. A rendezvény megnyitóján Román István kormány megbízott elmondta, a családos munkavállalók plusz feladatot vállalnak a családjuk fenntartásával, amit a kormányhivatalnak meg kell hálálnia. Nem régen megjelent a kormányzatnak az az intézkedése, amely a kormányhivatali dolgozók esetében a gyermeket nevelőknek plusz juttatásokat jelent. Ez jelent egyrészt iskolakezdési támogatást, másrészt gyermeknevelési támogatást, illetve azok a munkatársaink, akiknek gyermeke születik, szintén a gyermek születése alkalmával egyszerű bruttó 200 000 forintos támogatást kapnak. A kormány megbízott hozzátette, a hivatali dolgozók mellett a megyei önkormányzat, valamint családokkal és gyermekekkel foglalkozó civil szervezetek családosai is kilátogathattak az egésznapos rendezvényre, így a hivatal és az együttműködő szervezetek is kapcsolatot építhettek egymással. Az elmúlt évek szereplését megismételve 40-50 közötti érmet vár a Diák Olimpia országos döntőiről Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke. Az egyesület sikeresen pályázott a 4. korcsoportos összevont labdajátékok Diák Olimpia országos döntőinek 2020-as rendezésére, így jövőre ismét a megye látja vendégül a 4 sportág képviselőit. A 6 és 18 év közötti korosztályban 280 ezer tanuló vesz részt a Diák Olimpia országos versenyrendszerében. A 18 sportágból néhányban már elkezdődtek a küzdelmek, amelyek jövő év júniusában zárulnak. A megyebeli sportolók a legutóbbi tanévben az országos döntőkben összesen 43 érmet szereztek, 16 arany, 13 ezüst és 14 bronz megoszlásban. A megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke hasonló szereplést vár a 2019-2020-as tanévben is. Most már elindult, sőt javában zajlik a versenyzés a Diák Olimpián is, illetve a megyei diáksportolók is most már felvették nem csak a tankönyveket, hanem valóban a sportfelszerelést is, és javában versenyeznek, például már duatlonban vagy atlétikában a versenyek azok már zajlanak. És hát hogy mi az elvárás? Hát az elvárás az egyértelműen az mindig, hogy nagyon sokan vegyenek részt a Diák Olimpiai mozgalomban itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és lehetőleg minél többen, mint vagy egy kicsivel mindig többen, mint az előző években. Bízunk benne, hogy most is népszerűek lesznek majd ezek a versenyek, hiszen nagyon sok sportágban jelen van a Diák Olimpia, úgyhogy nagyon reméljük azt, hogy sok gyereket sikerül majd azok közül is megfertőzni, akik eddig még nem kóstoltak bele, és erre nagyon jó példákat adnak azok a versenyzők, akik szállítják ugye az érmeket évről évre. Minden évben valóban ilyen fél száz érem körül tudunk elhozni. Most is ez a célunk, és hát nagyon örülnénk neki, hogyha sikerülne csúcsot is dönteni, de természetesen nem ez a legfontosabb elvárás, hanem valóban az, hogy minél többen és minél gyakrabban vegyenek részt a különböző sportversenyeken, és hogyha ez Diák Olimpia, annak mi pedig természetesen nagyon örülünk. Mint Baracsi Endre elmondta, bár minden évben vannak, akik meglepetés érmeket szereznek, van egy stabil alap, amire hosszú évek óta építhetnek. Vannak olyan iskolák, és vannak olyan versenyzők, akik nagyon stabilan és nagyon magas színvonalon tudják hozni az eredményeket évről évre, és hát vannak olyan sportágak is, amelyekben kiemelkedőt teljesít Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Itt ugye az úszásról is beszélhetünk, ahol országos bajnokaink vannak, nagyon sok országos bajnokunk van, hál' Istennek, és ráadásul olyan eredményekkel, amelyek sokkal többre hivatottá teszik őket majd a későbbiekben. Vagy például, hogyha a csapasportágokról beszélünk, akkor akár a röplabdát például kiemelhetjük, ahol évről évre országos bajnoki címeket hozunk haza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, és hát ezáltal pedig lehetőség nyílik arra is, hogy nemzetközi szintéren is megmérettessék magukat ezek az iskolák, és hát azért ott se vallunk szégyent, hál' Istennek, bízunk benne, hogy ezt a hagyományt tudjuk folytatni majd az elkövetkezendő, vagy az előttünk álló tanévben is, és sok-sok örömet találunk majd még ezekben a sportágakban és sportolókban. A Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület a megyei döntők és országos elődöntők mellett a 4. korcsoportos összevont labdajátékok Diák Olimpia országos döntőjét is megrendezi jövő év júniusában.
A labdarúgó NB1 hatodik fordulójában szenvedélyes meccsen maradt alul a Kisvárda a vendég Mezőkövesddel szemben. Kutor Attila együttese nagy küzdelemben kettős kiállítással tarkított össze csapáson nyert 2-1-re. A Kisvárda 9 ponttal a hatodik helyen áll a tabellán. A Nyíregyháza Spartakusz az NB2 nyolcadik vasárnapi fordulójában a Vasastól szenvedett 2-0-ás vereséget. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Megújult a Bátori Anna Református Általános Iskola Nyírbátorban, valamint egy új köznevelési tagintézménnyel, egy óvodával is kibővült. Így a nyírbátori járásban már 9-re emelkedett az egyházi intézmények száma. Az óvoda az önkormányzattól került az egyházhoz, melyért egy 30 milliárd forintos állami támogatásból fizettek ki több mint 400 millió forintot. Több mint 43 millió forintos beruházásból újult meg a Robinson Dom Nyíregyházán. A Józsaváros népszerű közösségi terén felújították a lépcsőfeljárót és a játszóteret is, amely az utóbbi időben balesetveszélyessé vált. Egy hetes országos rendőrségi ellenőrzés kezdődött hétfőn. A Tiszpol akció ezúttal a Figyelemmel az útra nevet kapta. A cél, hogy kiszűrjék a menet közbeni mobiltelefon használatot. A baleset veszélye mellett pénzbírságra és büntetőpontokra is számíthatnak a telefonozó sofőrök. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 16-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Hétfő este többnyire gyengén felhős idő várható, majd késő estétől erősen megnövekszik a felhőzet. Zápor, zivatar néhol előfordulhat, a nyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 fok körül alakul. Kedden eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan zápor, zivatar előfordulhat. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20-24 fok között alakul. Szerdán kezdetben főleg délen lehet még néhol csapadék, majd ott is csökken a felhőzet. A következő napokban döntően anticiklon határozza meg a Kárpát-medence időjárását. Sok napsütésben lesz részünk, a gomoly felhőkből legfeljebb egy-egy futózápor alakul ki, a hétvégén már annak is kicsi az esélye. Gyengül a nappali felmelegedés, hideg éjszakákra van kilátás, a szélvédett helyeken, illetve az észak-keleti völgyekben talajmenti fagyra is számítani lehet. Vasárnaptól ismét melegszik kissé a levegő.